Harmadik fejezet. Titokvadászok. Rick úgy fektette le a picit a kavicsra, mintha éppen egy beteget készülne megoperálni. Körülötte szanaszét szerszámok hevertek, amelyeket Nestor adott neki. Csavarhúzók, kalapácsok, kulcsok, harapófogók. Állította meg Rick, miután minden oldalról szemügyre vette a beteget. Rosszabb, mint gondoltam. Nagyon súlyos, érdeklődött Julia. A Kovács testvérek tehetetlenül álltak barátjuk mögött. Jason műszak ismeretei addig terjedtek, amennyit a képregényekből ki lehet olvasni, Juliannak pedig soha nem jutott volna eszébe, hogy azzal törődjön, hogyan is működik egy kerékpár. Rick megpúszta a láncot, és megpróbálta visszahelyezni a váltófogas kerekére. Azt hiszem, igen, beletelhet egy órába, de még többe is, amíg megcsinálom. Jason tompán bólintott. Ez a malőr teljesen megváltoztatta a terveiket. Tudunk segíteni? Nos nem, majd később a másik kettőnél. A mórházas pár két öreg kerékpárjára mutatott, amelyeket Nestor adott nekik előző délután. Azoknak csak a vázat kell egy kicsit megigazítani, de ahhoz, hogy kiegyensítsük a vázat, legalább három ember kell. Jason elkezdett a zsebében kutakodni. Hova raktam a cetét, amire a teendőket írtam. Egyenként kiforgatta a zsebeit, a macédulának nyoma veszett, mintha csak valaki ellopta volna. Julia jobbnak látta, ha nem tesz megjegyzéseket a töcsére, aki kétségbe esetten próbált rájönni, hol is hagyta a fecnit. Kicsit odébb Nestor kiöntötte a tolicskából a száraz levelekedés ágakat, és nehézkesen lehajolt, hogy tüzet gyújtson. Rick megfogott egy csillagsavarhúzót, és megpróbálta vele ráerőltetni a láncot a fogaskerékre. Ahogy apám mondta mindig, ha nem tudod, hol fogy neki, kezd ott, ahol rá jól esik. A váltó keservesen csikorgott, de Rick nem zavartatta magát. Reméljük apádnak igaza volt, nyögte Jason. A világó fölöttük tornyosult, a függönyök el voltak húzva, és a szobák bútorokkal és különféle tárgyakkal voltak csúfolva. Amíg vacakolsz a bicajokkal, Julia meg én megnézhetnénk azokat a szobákat a házban, amik eddig kimaradtak. Hogy a bicajokkal? Abban maradtunk, hogy megcsinálom a sajátomat, és utána ti ketten segítetek a másik kettőnél. Rendben, egyezett bele Jason. Addig is bejárjuk egyenként a szobákat, hát ha találunk valami nyomat, amin elindulhatunk. Mehetünk, nővérkém. Juliának nem sok kedve volt visszamenni a házba. Még mindig nyomasztotta az az ember, akit mintha kihajolni látott volna a padlásablakon. Miután megérkeztek kimarkába, most először fordult elő, hogy félelemmel töltött el az ötlet, hogy a házban kutassanak. Az az igazság, hogy kalapot viselt, morfondírozott hangosan Julia. Ki viselt kalapot? Odaadnátok az ötös kulcsot? Kérdezte Rékfoghegyről, könnyékig összeolajozott kézzel. Az ikrek bementek a konyhába, majd onnan az ebédlőbe. Jason elhúzta a világos függönyöket, és megnézte a falon lógó képeket, négy 19. századi nyomtatványt, melyek ótestamentumi jeleneteket ábrázoltak. Kinyitotta egy öreg fatüzelési kandalló ajtaját, de üres volt. A konyhabútor fiókjaiban meg csak terítők és konyharuhák voltak. Én azt mondom, itt nincs semmi titok. Julia bólintott. Valami titkot keresünk? Természetesen. Jason ugyanígy megvizsgálta a szomszédos szalont is, bekukucskált a kéménycsőbe, odább rakott néhány halomkönyvet, benézett egy szobor alá is, amely egy éjfekete vadászkutyát ábrázolt. Végül keserűen kijelentette, hogy ebben a szobában sincs semmi titok. Julia megint csak bólintott, és még egyszer megkérdezte. Szerinted mit is keresünk tulajdonképpen? Egy hiányzó részletet, válaszolt Jason. Valamit, ami nem stimmel, valamit, ami hibázik. Valami olyan nyomot, ami segít, hogy kicsit többet megtudjunk a régi tulajdonos utazásairól, a kapuról vagy arról, milyen szerepe is van mindenben Obliviának. Amíg átfésülték a második étkezőt, majd a telefonszobát is, Julia újra arról kezdett beszélni, miket is mesélt Nestor Ulysses úr és felesége utazásairól. Azt mondta, hogy Oblivia nyugodtan tévedés volt, csúnya tévedés, de nem hiszem, hogy többet is tudna erről. Eléptek a kőfalú szobába, és megálltak az időkapu előtt. Ha valamiféle titkot keresel, akkor szerintem itt lesz, jegyezte meg megborzogva Julia. Jason letérdelt a földre, és néhány homokszemcsét csippentett fel. Ez legalább megnyugtat, hogy nem mi bolondultunk meg, mutatta meg testvérének, majd megkérdezte. Nálad vannak a kulcsok? Julia bólintott. Mit akarsz tenni? A fiú elvette a kulcsokat. Nestor azt mondja, hogy csak akkor lehet újra kinyitni a kaput, ha az, aki kiment rajta, már visszatért. Vagy nem tud többé visszajönni. Jason beillesztette a felső kulcsukba az első kulcsot, a nyulasat. Azon tűnődően visszajöhetett el volna valaki más helyettem és Rick helyett. Beillesztette a második és a harmadik kulcsot is,
az iguánát és a lovat. Jason, nem veszélyes ez? Mi? Újra kinyitni a kaput? Végül a legalsó kulcs a jaguár következett. Klak, 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 klak. Kattant a zár, és az időkapu kitárult. Jason és Julia dermedten állt meg a küszöbön. A kapun túl ott volt a kerekszoba, és körbe rajta a palindrom felirat. Miután jobban körülnéztek, megpillantották a három kiáratot, melyek a lefelé menő folyosókra vezettek, és köztük volt az is, mely a csúszdán át abba a föld alatti barlangba vitt, ahol a Metis pihent. Nem feltehetőben egy ezekhez hasonló kulcs volt, mondta hirtelen Julia. Kivette a kulcsokat testvére kezéből, és végig simította a fejüket. Persze zuhogott és túlságosan meg is voltam nyíltve, úgyhogy nem láttam valami jól. Egy kulcs, dinekte Jason, és be akart rúgni a világóba, hogy használja. Nagyon úgy tűnt, jelesítette meg a lány. Na és Nestor? Azt mondta, hogy a villalgó kulcsának a másolata. Jason bólintott. Végül is logikusnak tűnt. Manfred bement a kertész kis házába, kilopta a kulcsot, hogy bejusson a villargóba, majd megpróbált betörni a házba. És te hiszel neki? Igen. Mint a tennap nem igazán bíztál volna benne. Jason, te nem voltál ott. Nestor az életét kockáztatta, hogy megvédje a házat. Manfred nem, mintha megőrült volna. Közveszélyes volt. Nestor nem könnyű eset, de és jó ember. És mindaz, amit eddig mondott nekünk, igaznak bizonyult. Hát akkor annak is igaznak kell lennie, hogy Ulysses Moore már nincs itt, sohajtott Jason. Meg kell keresni Julia. Így semmi támpontunk nincs. Most, hogy elvesztettük a térképet, fogalmunk sincs, hogy merre tovább. Mintha hirtelen megszakadt volna minden kapcsolat köztünk és a régi tulajdonos között, mondta a fiús, egyre a kerekszoba homályát fürkészte kíváncsian. Vajon a hajó visszatért a kikötőhíd innen oldaláról? És a szentelmes bogarak még mindig ott köznek a barlangban. Testvére azonban leállította, mielőtt tovább folytatta volna. Állítsd le magad, ha átlépjük a küszöböt, muszáj lesz felszállnunk a Metis fedélzetére. Ebben meg miért tudja olyan biztos? Nestor elmagyarázta, fülent a Julia, aki egyszerűen csak nem akarta, hogy Jason megint a barlangban kalandozzon. Ha egyszer belépsz, végig kell csinálnod. Jason a cipője órával rálépett a küszöbre, és megjegyezte. Így kezdődik tehát az időutazás. Csak még egy lépés, és Julia neki feküdt az időkapunak, és gyengéden becsukta fivére óra előtt. De nem most szólt. Most más dolgunk van itt, Kémalkában. Felmentek az első emeletre, és alaposan megvizsgálták a régi tulajdonosok portréit, melyek a falon fügtek. Mikor felértek a lépcső tetejére, ahelyett, hogy egyből a tolonyszobába mentek volna, úgy döntöttek, hogy a könyvtárat járják be. Noha a függönyök be voltak húzva, mégis valami homályos fény derengett a szobában. Talán a könyves polcok és a festett mennyezet tette kissé nyomasztóvá a helyiséget. Az egyik ablakból mégis látszott a kerti fák csúcsa, egy másikból pedig a kavicsos udvarra és a bejárati kapura lehetett látni. Olyan érzésük volt, mintha a szoba túl zsúfolt lenne, amit talán az okozott, hogy a falakat minden sötét fapolcok borították. Néhány polcot rézrácsal zártak le, rézemezekkel választották el témák szerint egymástól a könyveket is. A szoba közepén egy madár alakú bronz lámpatartó állt, amely egy kristályasztalkát és egy bivajbőr díványtájit világított meg. Ezen kívül még egy pár forgatható karosszék és egy falnak támasztott pianinó tartozott a könyvtárberendezéséhez. Miközben Julia a régi könyveket nézegette, mivel teljesen elbűvölték a polcokon sorakozó aranyozott borítói belsős kötetek, addig Jason felemelte a zongora fafedelét, s elütött vaktában néhány billentyűt, amivel akkora zaj csapott, hogy mindketten halálra rémültek. Ezt ne próbáld meg még egyszer, fenyegette meg tréfásan Julia ellenvére. Értettem, vágta magát haptát Budget a fiú. Azon a polcon, amelyen a felirat szerint a palagrafiai kötetek sorakoztak, ott volt az Elfeledett Nyelvek Szótára című könyv üres helye, amelyet a srácok korábban elvittek magukkal. Ahhoz, hogy megértsük a hely történetét, minél többet meg kell tudnunk a legutolsó tulajra is, vezette fel Jason. Nestor szerint itt van valahol a Moore család hája, mondta Julia, de sehol nem találom. Elkezdték hát végignézni a polcokat. Úgy gondolták, hogy biztos egy hatalmas poros kötet lesz az, ám némi kutakodás után végül elhúzták rézemezt, amely alatt egy sor vékony fekete vászonnal kötött könyvet leltek. A könyvek gerincén aranyozott számok voltak. Lehet, hogy ez lesz az, próbálkozott Julia, és előhúzta a legújabbnak tűnő kötetet. A borító üres volt. Belül néhány ugyancsak üresen hagyott oldal után egy csalátva stilizált rajzát fedezték fel, a következő oldalon pedig egy szigorú tekintetű férfi fekete-fehér fotóját, akinek hatalmas fehér pofaszakálla volt,
és a brit hadsereg egyenruháját viselte. A kép hátterében egy elefántagyar látszott. A kép felirata szerint az úriembert Mercury Malcolm Moore-nak hívták, és a születési és felállazási évszáma szerint a múlt évszázadban élt. A fénykép után leveleket és különböző dokumentumokat kötöttek egybe, oly módon, hogy az egész lapokat sem papírral választották el egymástól. Néhány levélen régi posta bélyegzőt, egzotikus bélyegeket és különleges írásjeleket találtak. Szerintem az a Mercury valahol Indiában, vagy még messzebb élhetett, jelzte meg Julia, aki futtában áttapozta a füzetet. Mercury Malcolm Moore képe és levelezése után Thomas és Annabel Moore fényképe következett, akiket vadászruhában kaptak lencse végre. Ő hozzájuk is különféle levelek, dokumentumok és fotók tartoztak. Jason levette a polcra egy másik kötetet, s azt is fellapozta. Újabb nevek, fotók és dokumentumok sorakoztak ebben is, szépen összerendezve és egybekötve. Az ikereket telepettek a díványra, hogy alaposabban megnézzék. Olyan mennyi idejébe telt, még összerendezte mindezt, ügynyegte Jason maga elé, majd becsapta a könyvet és kijelentette. Ez viszont igazándiból nem saját fa, hanem inkább a felmenők összegyűjtött levelei és írásai. Igen, szakította félbe Julia. Akkor nézd csak fel a fejed fölé egy pillanatra. Jason felnézett a könyvtár festett mennyezetére. Öt nagy kerek medalliont pillantottak meg, amelyeket egy festett család fájgaival kötöttek össze. Az állakon különféle furcsa állatok és gyümölcsök csüngtek, és mindegyik egyhez egy-egy név tartozott. Az orrunk előtt a családfa, kiáltott fel Jason, amint felfogta, mit lát. Cantarellus Moore, Tiberius és Adrian Moore, Xavier Moore. A két testvér elkezdte ágonként kibetűzni a neveket, míg ennél jutottak a legfelső ágig, amelyre csupán két fehér sirály volt festve, két névvel. Ulysses és Penelope. Ők voltak a dinasztia utolsó képviselői. Ez elképesztő, kiáltotta Julia, ahogy tátott száján nézte végig az állatokat, akik egy különös fát benépesítették. Egyszerűen nem fogom fel, hogy nem vettük eddig észre, mondta Jason. Mert mindig csak magunk elével voltunk. Az ikrek hamar megtalálták a családfán azokat a neveket, akiket a fekete könyvekben megismertek, és arra jöttek rá, hogy a mennyezetre festett családfa, mint egy mutatóként használható a kötetekhez. Vigyó, kiáltott Jason, ahogy a fagyökerét nézegette, amely az egyik medalliont fonta körül. A Moore-ok családfaja három technős páncéljában ered, mert megint ugyanaz a szimbólum. Mi az, hogy megint? Ez a szimbólum van a sziklaszírt barlangjának bejáratán. Ez volt Puntfölgyén a Sehorsin szobában, az alapítók szobrának lábánál is. Jason elvarázsolva bámulta a mennyezeti freskót, alaposabban megnézte a négy medalliont is, és arra jött rá, hogy ugyanazokkal az állatokkal díszítették őket, mint amelyeket az időkapu négy kulcsa formáz. Na végre egy nyom. Julia készségesen elfogadta fivére állítását, csak azt nem tudta elképzelni, mi is következik ebből. Jason a freskón felfedezte a metis rajzát és egy másik, vitorlásforma hajó ábrázolását is. Erről a kis törőszobában lévő hajomat elküldhottak eszébe, visszafordult, és elhagyta a könyvtárszobát. Kinyitotta a tükrös ajtót, és belépett abba a szobába, ahonnan az egész kémonokájéből látszott. A toronyszoba pontosan úgy, ahogy nézett ki, ahogy a Nestor először este hagyta. Az öreg kertész, ahogy betapasztotta a törött ablakot, ám így is befolyt a szél. Mindenfelé naplók és füzetek hevertek a földön, a hajómodellek pedig az utazó a tetején voltak. Jason kézbe vette a Nefertiti szemem modelljét, és a nagy írnokmestere gondolt, aki megalkotta. Utána egyenként a többit is végignézte. Egy indián sarika, egy gondola, egy apró vitorlás, egy gája. De vajon miért festették fel néhány hajó képét a családfára? Közben megérkezett Julia is, aki elkezdte körbejárni az ablakokat. Így Rick meglátta az udvarról, intett neki és felkiáltott. Megcsináltam az enyémet. Lehettök segíteni a másik kettőnél? A lány intett, hogy igen, s a fivéréhez fordult. Rick mindjárt kész van. Jason a fejét csóválta. Az is lehet, hogy tévedek. Az is lehet, hogy a villargóban már mindent felkutattunk, amit fel kellett kutatnunk. Jason megdöbbent, éppen most, amikor egyre jobban kezdte érdekelni a ház históriája. Hát ez elég furán hangzik a teszádból. 100 meg 100 könyvet kellene még végigolvasnunk. Na meg ezeket a naplókat, meg a noteszeket. Nincs időnk, hogy elolvassuk őket. Hát akkor mit akarsz csinálni? Tekerni.